Az aradi 13-at? Ha 100 életem lett volna, mind odaadom értük. Görgei Perczel Mórral beszélget Kelemen Csaba színművész adott elő részleteket Görgei Gábor Görgei című darabjából. A Szent György lovagrend emlékülésének témája ugyanis Görgei Artúr tábornok volt. 15. lovagrendi emlékülés, ki szünet nélkül, és mindig valamilyen érdekes téma sikerült, amivel fel lehetett kelteni sokaknak az érdeklődését. És megjelent mindegyikről egy kiadvány is. Annak, hogy Görgei lett a téma, több apropója is van, mondta dr. Renn Oszkár. Idén 100 éve halt meg a tábornok, Visegrádon pedig Görgei emlékmű készül, és ennek részese a Szent György lovagrend is. Kovács László nyugalmazott alezredes Görgei életéről, az Eger környékén vívott harcokról tartott előadást. Herman Róbert kutatásaira alapozva azt mondja, bizonyítható, hogy Görgei nem volt áruló. Ez egy politikai manipuláció és a nemzeti naivitásnak a keveréke, hiszen Görgei nem volt áruló. Ezt Kossuth Vidini levelében írta le, de ez nem egy tényekkel alátámasztott állítás. Különleges előadást tartott a huszárságról, annak történelmi szerepéről és hagyományairól Ádám Barnabás koronaőrezredes. A Szent György lovagrend idén is díjazta a középiskolásoktól beérkezett pályaműveket.